Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Most felvételeket láthatnak a Felsőújlaki Haladás MGTS Lenin munkacsoportjának alakuló üléséről. Tisztelt elvtársak, tisztelt elvtársnök, kedves barátaink! Azért gyűltünk ma össze, hogy megvitassuk a Magyar Szocialista Népköztársaság méltán híres Felsőújlaki Haladás MGTS következő 5 éves tervezetét. Rákosi Mátyás nagyvezérünk a Magyar Szocialista Népköztársaság miniszterelnöke és a Szocialista Párt vezére, amely párt a Magyar Dolgozók Pártja, a felszabadulás óta eltelt időben igen komoly eredményeket és sikereket ért el. Ez a párt vezeti ki a magyar nemzetet abból a reménytelen helyzetből, amiket a háború pusztításai okoztak neki. E párt nevében és engedélyével megalakítom a Felsőújlaki Haladás MGTS Lenin munkacsoportját. A munkacsoport feladata a Felsőújlak déli határától a Magyar Szocialista Vasútvonalig tartó földterületek megmunkálása, a terület mezőgazdaságának fellendítése. A szovjet testvéri szocialista nép a Felsőújlaki Haladás MGTS Lenin munkacsoportja részére felajánlja a szovjet szocialista ipar két remekét. A Minszki traktorgyárban készített MTZ-80 típusjelű munkagépet, ami a legfejlettebb szovjet technikával van elládva. Ezen kívül a Kirovec gyár nagy vonóerejű Kirovec K700 típusú traktorját, ami szintén a legfejlettebb szovjet technikával van ellátva, ami magá mögé utasítja a nyugati rothadó kapitalizmus vívmányait is. Emellett Nagy Magyar Szocialista Népköztársaság győri vagon és gépgyár Sztálin munkacsoportja, amely az elmúlt évben méltán nyerte el a Magyar Szocialista Párt gyémánt fokozatú kitüntetését átlagon felül teljesítményével, felajánl egy Rába 250 típusjelű nagy vonóerejű munkagépet a Felsőújlaki Haladás MGTS Lenin munkacsoport javára. Itt emelném ki a Felsőújlaki Haladás MGTS dolgozóját, Kis Pista kormánygépkezelőt, aki a tavalyi évben 285%-kal teljesítette túl a kitűzött normatívákat. Ezzel is erősítvén a Magyar Szocialista Népköztársaságot, a magyar népet és a pártot. Munkájáért és fáradozásáért a Nagy Magyar Szocialista Népköztársaság kiváló dolgozók kitüntetésére jutalmazom. Végezetül a Felsőújlaki Haladás MGTS Lenin munkacsoportjának eredményekben gazdag évet kívánok. Gőzerővel folyjon a munka, épüljön az ország, kedves barátaim! Munkaközösségünket kovácsolja össze közös munka és a szocialista ideológia. Éljen Rákosi, éljen a párt! És zárásképp következzen a Felsőújlaki Általános Iskola Vörös Tulipán énekkara. Csúmi csördészt a csokolád és traktorkerék, szavaztok papikáim, na egy ilyen beköszönés mindenképpen dukált ezután a videó után. Hát nem tudom hányatoknak van nosztalgikus érzése, hogy megnéztük ezt a videót, ezt a kis intrót így együtt. Hát mit keresünk itt egyet, és egyáltalán miért volt ez az intro, gondolom kérdeznétek. Hát ahhoz, hogy kerek legyen a történet, el szeretném mondani, hogy az utóbbi időben így egy picit, gondolom észrevettétek, hogy a farming szimulátorból egy kicsit így kiábrándultam. Nagyon kevés rész volt az utóbbi időben belőle, akkor is gyakorlatilag nagyon sokszor már csak az ökörködés ment, meg nagyon sokszor úgy multiplayerben így éledezett bennem a szikra, hogy akkor a haverokkal így jó játszani. És csomót gondolkoztam rajta, hogy miért van ez? Hogy miért nem érzem azt, mint annó a farming szimulátorban, hogy gyakorlatilag imádtam vele játszani, iszonyatosan jó volt. Tényleg napi szinten vártam, hogy újra csináljam a dolgokat, kihívás legyen meg minden. És így rájöttem, hogy egy dolog miatt változott meg ez az egész hozzáállásom, és ez a Farming Simulator 17.
mivel vártam egy nagy csodát a Farming Simulator 17-től, és gyakorlatilag nem kaptam semmit. Akármennyire is rózsaszín ködön keresztül nézi bárki ezt az egész szériát, a Farming Simulator 17 ez nem adott semmit hozzá ez a játékhoz. És itt volt az a szikra, hogy a Farming Simulator 17 nem adott hozzá semmit. Sőt, inkább elvett. Mert mit kaptuk a Farming Simulator 17-be? Oké. Le lehetett borítani most már a földre a termény. Meg egy picivel, nagyon icipicivel szebb grafikát, de elvette egy csomó mindent, elvette azt az illúziót, hogy ott majd lesznek faszamodok. Milyen faszamodok lettek gyerekek a Farming Simulator 17-ben? Nem lettek faszamodok, hanem a Farming Simulator 15-ös modokat szépen átportolták, nagyon sokszor bugosan, nagyon sokszor tök szar minőségbe, és a Farming Simulator 15-ben iszonyatosan sok jó mod volt. Azoknak még a fele sincs benne a Farming Simulator 17-be, és itt rájöttem, hogy nekem a legjobb időszakom a Farming Simulator világában az volt, amikor FS15-be az új lakmapon játszottam komolyan. Úgy értem, hogy komolyan, hogy tényleg én termeltem meg azt a rohadt pénzt, és abból próbáltam mindig venni gépet. Nem az volt, hogy kapásból minden szupergéppel tudtam csapatni, és akkor meguntam 3 percet, hanem tényleg szenvedtem, hogy tényleg csináltam a Class Dominatorral az aratást, hogy az MTZ-kkel, meg a Dutrával, meg a többivel, és örültem neki, hogy már van egy rábos tengerem. Azok voltak a tudti jó idők, az volt a legjobb. És az nem csak ez, nem csak az új lakmap, hanem ott volt a PV2 map, amin multiztunk egy csomót vettük, iszonyatosan jó és iszonyatosan összetett map volt. Ott volt a PV River map, amely még összetettebb volt, még faszább volt, meg itt van ez az új lakmap, ami amúgy is nagyon tuti jól meg van csinálva. Ott van gyerekek, a Farming Simulator 17-ben a... Mi az a map? Ott van az Alföld. Hagyjál, ne. Akkor ott van a... Mi volt a másik? Most ezt a Jákit, tudod, ezt a PV6-ot. Hát ezt is kipróbáltam. Oké, frankó néz ki. Egy csomó minden teljesen kidolgozatlan. Mit tudom én, két helyre el tudod adni a cuccokat. Van egy csomó olyan épület, aminek gyakorlatilag értelme nincsen. Le tudod bele burítani a gabonát. Ennyi erővel a földre is önthetnéd, mert gyakorlatilag semmi értelme nincs az egésznek. Mert van egy modell, ott van egy épület, abba burogathatod a cuccokat. Úgy, nagyon-nagyon jó cucc, vagy jó dolog. Na mindegy. Igazából én legjobban a Farming Simulator 15-öt nagyon-nagyon élveztem, és szeretnék visszatérni abba az időbe, szeretnék úgy játszani, hogy élvezem, hogy imádom ezeket a gépeket, a 80-as MTZ-t, a Dutra gyerekek, Farming Simulator 17-ben csináltak egy Dutrát, átportolták ezt, az Ford bugos. Akkor mi a tökömről beszélünk? Akkor miért játszok Farming Simulator 17? Azért, mert le lehet borítani a földre a terményt? Hát itt is van ebben olyan mód. Vagy mi? Azért, mert egy icipicivel jobban néz ki. Gyakorlatilag technikai oldala, vagy a játék technikailag nincsen újítás a Farming Simulator 17-ben. Mi az, hogy meg lehet fogni a fát kézzel, azt az kiesik a kezedből állandóan, vagy mi. Igazából tényleg olyan jelentéktelen dolgok kerültek be, amik egyszerűen számomra érdektelenek, és én gyakorlatilag vesztettem a Farming Simulator 17-tel. Hogy 15-ről váltottam 17-re, gyakorlatilag ott elveszett nekem valami, ami gyakorlatilag varázsa volt a Farming Simulator 15-nek, az ott így elúszott, mert olyan elvárásaim voltak, hogy azt nem tudta megvalósítani, azokat nem tudta megadni, és nem tudott följebb lépni, nem tudott jobb lenni nála gyakorlatilag, hanem ugye még kevesebb mód, még bagosabb dolgok, meg még kidolgozatlanabb dolgok, úgyhogy vissza fogok jönni új lakra, hazajöttünk, és újra kezdjük a TS-nek az építését, és marhára kevés géppel, és marhára kevés pénzzel, és marhára komolyan. Először is, ami gépünk az lesz, az egy 80-as MTZ, meg egy Dutra. Ez a kettő gépünk van, ami 12 000-ünk van, nem csitelünk be pénzt, és minden egyes gépet, amit eddig ezután addolni fogok, én fogom átérni az árát, tehát nem 10 000 eurós izé lesz, mi az, rávastelgen, hanem az lesz 100 000 euró, hogy legyen miért küzdeni, hogy ne az legyen, hogy mindent megkapjunk elsőre, hanem legyen értelme. Na akkor mutatom tovább a dolgokat, jó, hogy mi az, ami nekünk van. Dutra nem pattog, úgy lézem, hogy jó a mod, régebben ugye ez pattogott, tök jól néz ki, tetszik. 80-as MTZ, nagyon-nagyon bejövős, szuper, jó. Egyébként a fizika, nemhogy a Farming Simulator 17-ben jobb lett volna, hanem rosszabb. Most, hogy visszajöttem 15-be, egyszerűen baromi jól meg van csinálva a fizikája a járműveknek.
Akkor lojta, vetőgép. Alap, nem gyerekek, mindenképpen. Heston bálázó? Ennél jobb nem kell. Isten király, meg ez a textúra, meg ez a magyar valóságot akarok visszaadni, és azt élvezni, és tényleg nagyon jó. Jó, ezt nem tudom, hogy milyen kultivátor akar lenni, megmondom őszintén, mert kultivátorokat nem ismerem. Van egy ilyen csor, azért boltkocsink, ez még egy kicsit túl jó is ahhoz, hogy amivel én csapatni fogom, akkor van egy ekém, mert ugye összeszántunk mindent, mint régi szép időkben, meg van egy klassz dominátorunk, ami ezt méletlen régi rozzant dög, de akkor is a miénk is nagyon fogom bírni, jó, meg van egy pála szállításra is alkalmas portkocsim. Egyébként ezek vannak gyerekek, ezután ugye iszonyatosan sok modot fogok berakni, rustikus modokat, és azokkal fogjuk csapatni, mint szőrültek. Erre lehet számítani. Na, itt bal oldalt alul láttok egy Dimage MTZ 80, 0% jelzést, ami azt annyit ad, hogy most már a járművek sérülnek. Tehát baromira kell figyelni arra, hogy ne szeráljuk le a járműveket, ne törjük össze a járműveket, ugye ne úgy rakjuk a bálát a pótról, hogy összetörjük meg mindent, hanem tényleg próbáljunk meg értelmesen játszani. Úgyhogy ez lesz, gyerekek. Farming Simulator 11, imádom ezt a pályát, esküszöm, hogy imádom ezt a pályát, ezen a mapon én úgy érzem, hogy minthogyha hazajönnék, és ezt akarom gyerekek. Én rájöttem, hogy ezt akarom, ezen a mapon akarok gazdálkodni, nem akarok én semmilyen csili-vili másik mapra átmenni. Itt akarok élni, és Farming Simulator 11, gyerekek, jó a fizika, olyan, mint Farming Simulator 11-ben komolyan van, olyan, minthogyha hazajönnék. Ezek a sílók, hát mennyire jól meg volt csinálva, emlékeztek, le lehet borítani, napraforgó, leborított, és akkor utána ki tudod ölegolni, siló volt. De nagyon imádtam ezt. Nézzétek, ahogy billeg a gép. Ahogy mocorog. Ez iszonyat király. Ja, egyébként valahol van egy javító műve, rá meg kell néznem, oda nézzétek, hogy mocorog a gép. Tök jó a fizika, tök jó az egész. Mit erőltetem én a Farming Simulator 11-et, amikor szinte majdnem mindig csak csalódok benne. Nagyon atom, gyerekek, tök jó az egész, tetszik. Megyünk, gyerekek, megyünk aratni a Class Dominatorra, megyünk a Forsitekkel aratni. Csak hagyjuk neki, mint az őrőt. A repce, jó, minden itt van, és minden olyan, mint hogy tényleg az ember hazajönne. És ezekkel a gépekkel fogunk kezdeni, baromira fogunk dolgozni azon, hogy nekünk legyenek jobb gépeink. Egyébként van már forgalom ugye ezen a mappon, tök jó, egy csomó föld van, nagyon, nekem ez nagyon bejövős, ez nekem is kell, gyerekek. Nem tudom mennyire hangos a játék, remélem annyira nem. Ezen a mappon az olyan, mint hogy hazajön. Nagyon tetszik. Nem jönnek be, most eszembe jutott arról, hogy itt ez az MTZ. Nem jönnek be azok az új típusú, az a baj ugye a Farming Simulator 17-ben. Jól áll a gépeknek az csillogás, ugye az új gépeknek. Mert ugye most ugye az van, hogy a Farming Simulator 17-ben kapott egy ilyen, nem tudom, egy ilyen post-processing effektet, vagy a tököm tudja mi a szarnak hívják, hogy ilyen csillog minden, ugye kapott egy ilyen shadert. Az barra jól néz ki, de egy MTZ-nek nem néz ki. Az összes MTZ úgy néz ki, mint hogyha tökig lenne évéve, vaxolva. Ezek a jó öreg kopott gépekhez, ez a style nagyon baromira illik. Tetszik, gyerekek, ezzel akarom csapatni, akarom ezt a földet learatni, utána meg azt a földet learatni, és utána azt is, és akkor összeszántani az egészet. És az egész, itt meg akarok egy rétet a túloldalán, hogy tudjuk izét csinálni. Tudom, hogy mi szecskált, hogy mi gyerekek, ez kell nekem, és ez a törés, egy-két modot még berakok, autokombány, meg egy-két dolgot, de nagyon-nagyon új modokat egyelőre, nem úgy a tipikus PS feeling, de csapatjuk mindez őrültek, és elbúcsúzom, mert egyszer nem bírom, hogy ne játszok be, és szeretném felvenni az első részt, ez egy ilyen bevezető akar lenni, és akkor ugyanaz, újlag gyerekek, menjünk vissza. Hazatértünk, nem is tudom mi lesz, szerintem ez lesz ennek a videónak címe, hogy hazatértünk gyerekek. 80-as MTZ, Dutra nem kell más, azt utána meg jöhetnek a jó kis vadállatgépek, az MTZ, a Kilovec, meg a többi. Kimádom. Jó, ennyi volt gyerekek, mert már egyébként nagyon sajnálom a FS17 fikát,
így a videó közben, de valahogy most jött, ott megy a mávos vonat, more, nézzen már! Minek az FS17-ben az a vonat, tök hülyeség, olyan unalmas, mint az állat, hogy mész a vonat, azt leadhatod a termét. Ráadásul olyan fizikája van, mint egy, oké, a vonat nem áll meg egyből, de soha bűnös életben nem találod, hol kell megállni. Jó, oké, befejezem, gyerekek, de megyek, na. Ezt akkor jönnek az FS15 részek, visszatértünk ősi hazánkba, sziasztok!